átveszi a Pécsi Tudományegyetem I.S. Gyula gyakorló általános iskola 3. osztályának két tanulója azt a serleget, amit azért kaptak, mert megnyertek egy kerékpáros versenyt. Nem is akármilyen bringázás volt ez, az autómentes nap keretében zajlott a túra. A gyerekek választhattak, hogy 5 vagy 10 kilométert tekernek le. Szerintem mindenki beleadott mindent, az egész osztály, és mindenki szeretett volna részt venni. A gyakorló iskola 3. A-osztálya végleg megnyerte a vándorserleget, mivel az elmúlt 3 évben ők bizonyultak a legtekerősebb osztálynak. Ez azt jelenti, hogy ez az osztály mozgósította a legtöbb diákot, szülőt, testvért erre a túrára Szekszárdon. A cél Ildikó osztályfőnök szerint nem volt nehéz dolga a szervezésnél, mert a gyerekek szívesen csatlakoztak ehhez a túrához. De azt elismerte, hogy a tanár személye ebben a folyamatban kulcsfontosságú. Azt gondolom, hogy a gyerek lelkesíthető, a gyerek után a szülő is lelkesíthető, és ha az ember saját maga is szereti azt, amit csinál, akkor azt hitelesen tudja átadni. Az eseményen egy vándorselleg is gazdára talált, amit szintén a gyakorló iskola egyik osztálya, nevezetesen az első A osztály képviselői vehettek át. Ők 57 fővel vettek részt az autómentes napi bringatúrán. Az átadó ünnepségen a szervező és Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere azt emelte ki, hogy a város azért szervezi meg az autómentes napot, mert így kívánják felhívni a figyelmet, milyen egészséges kerékpárral közlekedni, miközben a környezetet is védik. Szekszárd város önkormányzata 2009-ben csatlakozott a Magyarországi Klímabarát Települések Szövetségéhez, és azóta minden évben az Európai Mobilitási Hét keretében megszervezi az autómentes napot. Idén ezen közel 200 diák és szülő vett részt.